Tankönyvet írhasson. Azt Írja, nem csak az anyag és az energia fog eltűnni, hanem a tér és az idő is. Mégis a fizikusok úgy vélik, hogy a semmiből keletkezett az univerzum egy hatalmas robbanáson keresztül. Micsoda? Tudjátok, egy szép napon felrobbant a semmi. És íme itt vagyunk. Békebben azt mondták, hogy ami felrobbant, annak az átmérője néhány fényévnyi volt. Aztán ó, nem is. Csak 275 millió mérföld. Aztán mégsem. Csak 71 millió mérföld. Aztán végül azt mondják, a semmi robbant fel. A Discover magazinban pár éve ez állt. A világegyetem az abszolút semmiből robbant létre. A semmiből. Ahogyan növekedett, egyre több anyag lett benne. A semmiből. Hát ez hogy lehet? Kérdezzétek Alan Goofot, ez az ő elmélete. Hú, találkoznom kell ezzel az emberrel. Ezt írta a Scientific American-ben. A látható univerzum feltehetően egy igen apró területből alakult ki. A Héberben ez a pont szó. Ez alapján feltételezhetjük, hogy az egész univerzum szó szerint a semmiből alakult ki. Látjátok? Mi mindannyian egy pontból jöttünk létre, és ez a pont pedig a semmiből. És ezt tudománynak hívják, és ezt beteszik egy tudományos folyóiratba. Azt hiszem, ez inkább mese habbal és a szemétbe való. A repülőn a professzor úr így folytatta. 20 milliárd évvel ezelőtt a naprendszerekben az összes por összekoncentrálódott egy apró pontban, és az egyre gyorsabban forgott, és felrobbant. Ez volt az ősrobbanás. És az elröppenő darabkákból lettek a galaxisok, a nap, a hold, a csillagok, s itt lettünk mi emberek. Uram, mondtam, kérdezhetnék valamit? Hát persze, mit akar tudni? Ön azt mondta, hogy 20 milliárd éve az összes por összekoncentrálódott, forgott, majd felrobbant. De honnan jött az a sok por? Ki teremtette az anyagot? Hát azt nem tudják pontosan, mondta. Jó, akkor figyeljem, mondtam. Ha azt mondanám, hogy 6000 évvel ezelőtt Isten teremtette a világot, akkor ön azt kérdezné, de honnan jött az Isten? Én sem tudom. De ön azt állítja, hogy 20 milliárd éve volt egy ősrobbanás, és nem tudja, honnan jött a sok por. Tehát én azt hiszem, hogy kezdetben volt az Isten, ön azt, hogy kezdetben volt a por. Akkor ne mondja nekem, hogy az én elméletem vallásos, a magáé pedig tudományos. Nem. Mind a kettő vallásos. Gyakran kisarkítják, mintha a tudomány szemben állna a vallással. De nem. Itt nem tudomány áll szemben a vallással, hanem két vallás. Mind a teremtésben, mind az evolúcióban hinni kell. A különbség a kettő között, hogy az evolúció vallást az adonkból támogatják. Két időtábla van mögöttem. A felső táblán 1 cm 60 évet jelent, 2,5 centivel ezelőtt Abraham Lincoln még nem is volt elnök. Ha ugyanezzel a mértékkel meg akarnám mutatni nektek, hogy mennyi 2 milliárd év, akkor ugyanez a tábla 3300 km hosszú lenne. Ez akkora táv, mint Pensacolától az oregoni Portlandig. Nem akartam egy ekkora táblát behozni, ezért készítettem egy másikat. A professzortól azt is megkérdeztem, hogy szerinte honnan vannak a törvényszerűségek, amik az univerzumot irányítják, mint a gravitáció, centrifugális erő és a tehetetlenség törvénye. Rengeteg törvényszerűség van a világegyetemben. Honnan lettek? Ja, és miért nem fejlődnek tovább ezek a törvényszerűségek? Azaz, miért mindig ugyanaz a gravitáció? Máról holnapra miért nem vagy 5 kilóval nehezebb? Ja, hogy már megesett. És akkor honnan lett az energia? Ezt nem tudom, mondta a professzor. Feltehetek még egy kérdést? Kérdeztem. Persze. Még mit akar tudni? Még tudni? Mintha eddig mondott volna valamit. Uram, van-e Berkeleyben körhinta? Biztosan tudjátok, mi az. Körbe-körbe forog, és elszédül rajta az ember. Nem, nincs ilyen Berkeleyben, válaszolta. Pedig beszerezhetne egyet, mert tudományos dolgokat lehet rajta megfigyelni. Ha felteszünk rá néhány negyedik osztályos gyereket, van itt negyedik osztályos gyerek? Én nagyon szerettem negyedik osztályos lenni. Életem legszebb 5 évét töltöttem a negyedikben. Amikor a bátyám negyedikes volt, már mindnyájan tudtuk, hogy hány éves korában jut el a középiskoláig. 32. 32.
Nos, felteszünk 4/4 osztályos gyereket a körhintára, és megkérjük a középiskolás sportolókat, hogy az órajárásával megegyezően olyan gyorsan hajtsák meg, ahogy csak lehet. Nos, ha digitális órád van, lehet, hogy nem tudod, mi az, hogy órajárásával megegyezően. Jó, tehát pörgetik a gyerekeket a körhintán, 4 fázison fognak átmenni. Először kiabálnak a sportolóknak, hogy még gyorsabban. Elértük az 50 km/h, és következik a második fázis. Már nem kiabálnak, csendesen koncentrálnak, hogy túléljék. 90 km/h sebességnél, a harmadik fázisnál megint kezdenek kiabálni, de már azért, hogy állj. Ők nem állnak meg, amikor pedig elérjük a 150 km/h, beköszönt a negyedik fázis, amikor is a gyerekek kezdenek leröpülni a körhintáról. És amikor ez megtörténik, egy nagyon érdekes fizikai jelenségnek lehetünk szemtanúi. Ha a körhinta az órajárásával megegyezően forgott, akkor a gyerekek is az órajárásával megegyezően fognak leröpülni, amíg csak nem találkoznak az ellenállással, mint egy fa vagy oszlop. A látható jelenség a fizikában a pördület irányának megmaradása törvény néven ismert. Tehát, ha egy pörgő tárgy szétszakad, akkor a róla levált darabok is abban az irányban pörögnek tovább, mint az eredeti tárgy. És még beszélhetnénk a megmaradás egyéb törvényeiről is, de igen, mondta a professzor, ismerem a megmaradás törvényeit. Jó, akkor hagyd kérdezzek valamit. Ha az univerzum egy pörgő pontocskaként kezdődött, akkor miért van az, hogy bolygóink közül 2-3 visszafele forog? Zavartan hallgatott. Hogy a 91 ismert hold közül 8 ellentétesen pörög? Hogyan létezik, hogy a Jupiternek, Szaturnusznak és a Neptunusznak vannak mindkét irányban forgó holdjai? A nap miért 98% hidrogén és hélium, míg a többi bolygó kevesebb, mint 1% hidrogén vagy hélium? És miért annyira különbözőek ezek a bolygók? Úgy értem, ha mindnyáján ugyanabból az ősrobbanásból származnak, miért ennyire eltérőek? És miért flog néhány galaxis ellentétes irányba? Itt van például egy cikk, a Goofy galaxis rossz irányban forog. Kérdeztem a professzort, miért forognak ezek visszafelé? Nem tudom, mondta. Miért maga tudja, hogy miért? Reméltem, hogy megkérdezi. Nos, válaszoltam. Kezdetben Isten teremtette a mennyet és a földet, és Isten szándékosan alkotta így, azért, hogy lássuk, hogy mekkora hülyeség az ősrobbanás elmélete. Én igenis hiszek a nagy robbanásban, mert a Biblia tanítja, hogy az egek recsegve, ropogva elmúlnak. Az eredeti görögben ez nagy robbanást jelent. Tehát majd lesz egy nagy robbanás, csak még nem következett be. Amikor az iskolában megkérdi tőletek a tanár, hogy hisztek-e a nagy robbanásban, válaszoljátok, hogy igen, és a tanár úr jobban teszi, hogyha felkészül rá és üdvösséget nyer. Apropó, ha a világ az ősrobbanás által lett, és fokozatosan fejlődött rajta ki az élet, akkor Jézus miért halt meg a kereszten? És amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten helyre fogja állítani a világot az eredeti állapotára, mire fogja helyreállítani? Erről majd a 7. videóban lesz szó. Az ősrobbanás nevetséges több dolog miatt is. Ha igaz lenne, az anyag egyenletesen lenne szétosztva, de nem így van. Komoly gondok vannak az ősrobbanás elméletével. Még Sir Fred Hoyle is azt mondta, hogy egy halovány lepelfedi az ősrobbanás elméletét. Ajánlom figyelmetekbe az Evolution Cruncher, azaz evolúció morzsoló könyvet, minden középiskolásnak olvasnia kéne. A termodinamika második törvénye kimondja, hogy minden az alacsonyabb energiaszint felé törekszik. Ha valamit egy ideig magára hagyunk, az megrohad, berosdásodik, szétesik, elromlik, magától semmi sem lesz jobb. Tehát a Biblia azt tanítja, a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Semmi sem lesz jobb magától. Nézd meg a hajad, amikor reggel felébredsz, s megérted, miről beszélek. Minden a káosz felé törekszik. Itt látható Sue 20 évesen. Itt pedig 90 évesen. Itt pedig 3000 évesen. Minden a szép bomlás irányába tart. Semmit se kell tennünk, és minden magától elromlik, elkopik. Erről szól a második törvény. Minden rosszabb állapotba kerül, és nem javul meg magától.
Ám a tankönyvekben ez áll. Az ember valószínűleg egy 4 milliárd évvel ezelőtt élő baktériumból fejlődött ki. Ezek szerint az ükapád egy baktérium volt? Erre az evolúcionisták azt válaszolják, hogy energia hozzáadásával le lehet győzni a termodinamika második törvényét. Mivel a Föld energiát kap a naptól, tehát a Föld egy nyílt rendszer, s így le van győzve a törvény. Először is. Az univerzum egy zárt rendszer. Másodszor az energiaközlés romboló hatást fejt ki, ha csak valami korlátok között nem tartja. Egyszer a japánok jókora adag energiát közöltek Pearl Harbornál, így pár évre rá, mi közöltünk némi energiát néhány városukkal. Visszaadtuk a szívességet, mi se korlátoztunk számukra semmit. Az energiaközlés romboló hatású. A napenergia tönkreteheti a háztetődet, egy egész házat tönkre tud tenni. A napenergia tönkreteszi az autó tetejét, a kárpitot, a festést. Végül is csak egy dolog tudja hasznosítani a napenergiáját, a klorofil. És ez a kicsi sejt összetettebb, mint egy űrhajó. Erről majd bővebben a negyedik videóban. Az evolúció ellentmond a második törvénynek, így az evolúció nem igaz. A tankönyv egy megkövesedett tengeri csillagot mutat a gyermekeknek. Ez itt a jelenkori emberek 3,4 milliárd éves őse. Ezek szerint az ükapád egy tengeri csillag volt. A Discover magazinban megjelent. Vajon tengeri szivacs volt az elődünk? Ez itt a te ősöd? Na hát, ki a te apukád? Kérlek, ne nevessetek a következő képen. A képen a bátyám látható reggeli ébredés közben, első csésze kávéja után. Apropó gyerekek, ne igyatok kávét, mert ha túl fiatalon kávét isztok, akkor miután megházasodtok, a gyerekeitek mesztelenül és írástudatlanul fognak világra jönni. És a tea még rosszabb. Volt egy indián, aki megivott egyszer 16 liter teát, és aznap éjjel megfulladt a sátrában. Vigyázzatok ezekkel, veszélyesek! Nos, tehát itt van a bátyám, ha tudjátok, bírjátok ki nevetés nélkül. Figyeljétek, mi áll a tankönyvekben. 30 millió évvel ezelőtt. Hadd fordítsam le. Amikor egy tankönyvben az áll, hogy több millió évvel ezelőtt, az azt jelenti, hogy valamikor nagyon régen. Azaz egy mese következik. Tanítjuk a gyerekeknek, hogy mi sem vagyunk mások, mint állatok. És ez néha így is van. Erre Barbara Reynolds is rájött. Azt mondja, miért majmol a gyerek az iskolában? Mert az evolúcióra tanítják. Igen, Johnny, te egy állat vagy, és közös az ősöd egy gilisztával. Úgy érted, hogy állat vagyok? Oké. Az nem jut az eszükbe, hogy amit tanítunk a gyerekeknek, az hatással van a viselkedésükre. Amit hiszel, az meghatározza a viselkedésedet. A gyerekeknek azt tanítják napjainkban, hogy te csak egy állat vagy. A rockzene tele van halállal, pusztítással, vérrel. Nos, a Bibliában is az áll, hogy engem gyűlölnek, és a halált szeretik. Ma azt tanítják a gyerekeknek, hogy semmi sem abszolút. Az egyik vitám során egy professzor azt mondta, semmi sem abszolút. Ebben abszolút biztos vagy? Kérdeztem. No, gondolkodjatok egy kicsit. Hogy lehet valaki abszolút biztos abban, hogy semmi sem abszolút? Pár éve egy iskolában beszéltem, és egy gyerek ezt mondta. Én ateista vagyok, nincs Isten. Biztos vagy benne? Kérdeztem. Biztos. Akkor hadd kérdezzek tőled valamit. Te mindent tudsz? Nem, válaszolta. Jó.